tanúi ekkora tömeget még nem interjúztattunk, vagy nem is interjú lesz ez, inkább beszélgetés, aminek az apropója ugye az, hogy Zsuzsa elkezdett egy ilyen gyógyítást, vagy minek nevezzen, tehát egy ilyen kapcsolatteremtő gyógyítással kezdtél el foglalkozni. Az előző beszélgetésünkben körülbelül egy órás beszélgetést vettünk, nem is volt annyi. Mennyi volt? Hát egy 45 perces beszélgetést vettünk. Arról, hogy hogyan jutottam ezekhez az energiához. Így van. És én azt kértem Zsuzsától, hogy a következő beszélgetésünk az legyen olyan, hogy elhívunk olyan embereket, akik megtapasztalták ugyanezt a dolgot, és együtt működnek veled, vagy megkapták tőled. És még hadd mondjam el külön, hogy ugye itt ülünk öten, illetve két internetes partnerünk is itt a laptopon, itt van Skype segítségével. Majd őket is megkérjük, hogy szólaljanak meg. Most viszont megcsörrenjen. Úgyhogy, tehát szerintem Zsuzsa, kezd el te, aztán majd szépen sorban mindenki elmondja azt, hogy mit tapasztalt, hogyan került ebbe a történetbe. Átadom a szót akkor. Jó, hát ez ugye úgy kezdődött, hogy először is elkezdtük egy hónapban ezelőttben csinálni ezt a felvételt, és erre a felvételre elég sokan jelentkeztek, érdeklődtek nálad, és engem is kerestek Facebookon, illetve telefonon, hogy ők szeretnék kipróbálni ezt a kapcsolatteremtő gyógyítást, illetve ők is szeretnék ezt megtanulni, megkapni ezeket az energiákat. Ti mind a hárman így jelentkeztetek be a Zsuzsánál, vagy hogy volt ez? Facebookon, igen. Aha, jó, tehát akkor vegyes. Majd a Facebookon, Erika, ő egy nagyon különleges hölgy, éppen azért, mert ugye épp ahol itt tartottuk ezt a tanfolyamot, ő világéletében nem hallott még ezekről a dolgokról. Csak kérdezte tőlem, hogy Zsuzsi, mi is lenne ez az egész, és akkor mondtam, hogy jó, Erika, hát ülj le, és akkor nézd meg, hogy mi történik itt. És hát megnézte azt a felvételt, tudod, amit közösen csináltunk, és elkezdte érdekelni, hogy is van ez az egész. És ugye részt vett a tanfolyamon, és majd ők elmondják. És van, de akkor legyen, hogy a részt vett a tanfolyamon. Menjünk sorba, jó? Tehát csak egy pár szót kellene mondani arról, hogy akkor nem kell kétségbe esni. Nem baj, hogy most fáj a fogad, de azért mondjam. Baj, hogy fáj a fogad, de igen. Most nem tudunk mit csinálni semmis ezzel. Tehát te itt találkoztál akkor. Igen. A nevedet azért mondd el a nézők kedvéért. Erika. Igen, végig néztem először is, hogy a Zsuzsi mit csinál. Messzélve néztem, hogy működik ez az egész, és akkor utána engem is kezelt, utána... Tehát ki volt az első, akin ezt kipróbáltad? Hát a tanfolyamon ott az egyik. Ja, te is eljöttél a tanfolyamra? Hát én is végignéztem, igen, végigültem, és akkor utána együtt elkezdtük, egymást kezeltük. Így van. Tehát egymáson kezdtek el gyakorolni. Először ez úgy történt, Gábor, hogy sorba álltak ott a lányok, és kézen keresztül átadtam nekik ezeket a frekvenciákat, így volt. És akkor egy fő lefeküdt, megmutattam a többieknek, hogy ez hogy működik, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és akkor mondtam, hogy jó, na akkor lányok, kezdjétek. Egy férfi volt ugye, és kérdeztem, hogy kezdtek-e már érezni a kezetekbe, milyen érzetek vannak, ugye, Annika, és akkor mondtam, hogy próbáljatok formálni egy kis gömböt, vagy hogy ki hogy érez rá erre a dologra, miután megkapja. Igen, mert mindenki változó érzeteket érezni. Te is azon a tanfolyamon voltál itt akkor az eszélyen. Olyan, miután felkutattam a Zsuzsit az interneten, keresztül neked is írtam egy levelet, egyébként válaszoltál. Válaszoltam, igen. Mindenkinek válaszoltam. A telefonszámát elküldted, de addigra én már megtaláltam, hogy hál' Istennek. Én a könyv olvasása közben már megéreztem ezt az energiát. Tulajdonképpen én megerősítésként
Tehát Eric Pearl-nek a könyvét olvastam, azt mondjuk el. Eric Pearl kapcsolatteremtő gyógyítás című könyvét olvastam, az is egy kalandos úton talált rám. Nem én találtam a könyvre, ő talált rám. Én ezen nem csodálkozom, mert az életemben általában működnek mostanában a dolgok. Szerencsésen megtaláltuk egymást, mondhatom így. Nagyon örülök, hogy részt vettem benne, sok tapasztalatot, gyakorlati tapasztalatot szereztem a Zsuzsitól, amit én azóta is gyakorolok, úgy családtagjaimon, mint saját magamon. Hihetetlen, hogy egyszerűen nem, hát nagyon nehéz szavakkal valóban elmondani, hogy mit érzek én magam. Egyrészt, amikor adom az energiát, például nagyon érdekes volt itt a tanfolyamon, jött az a gondolat számomra, hogy amikor a csoportársam fent feküdt a kezelőasztalon, ugye ezeket a mozdulatokat, az energiát érezve próbáltuk átadni mindenki a másiknak, és nekem jött egy olyan gondolatom, hogy én egy karmester vagyok, egy energia zenekarban, és abban a pillanatban, mintha százszorosára emelkedett volna, és a kezem szinte lebegett. És ez azóta is így megy, minden kezelésnél, amit én adok, hogy a mosoly az öröm, és az, hogy félre tudok állni ebből az egész folyamatból, tehát részt veszek benne, de nem úgy, hanem nekem az a dolgom, hogy továbbítsam. És ezért kapcsolatteremtő gyógyítás, gyógyulásnak nevezném inkább, mivel itt a beteg gyógyul. Nálad ez hogy jött? Te hogy találtál a Zsuzsára, illetve hogy találtál el az egész történetre? Engem Krisztinának hívnak, nekem van egy szenzációs barátnőm, aki foglalkozik ilyen típusú, mondjuk azt, hogy szakrális dolgokkal, és egyszer csak azt mondta, hogy na jó, pattanjon be a kocsijába, elvész Szent Lászlóra. Hát mondom, az nagyon jó. Te merre jössz egyébként? Pilisztánton éltem, most Óbudán, az még a Duna szívnek az alsó része, pont. Tehát még benne vagyok a pilisi szív alsó részében, Óbudán. Ez a barátnőm ez Pilisztántói, és akkor mondta, hogy menjünk el, mutat egy fantasztikus nőt. Hát tudom, hogy egy fantasztikus nőre kíváncsi vagyok. Olyan lényeg, hogy Szent László egy nagyon szent, szakrális hely, úgyhogy ez egyébként is érdekelt a dolog. Találkoztunk a Zsuzsinak a házában, este felé volt már, és Zsuzsi egyébként is nagyon szimpatikus lett egy pillanat alatt számomra. Majd kiderült, akkor derült ki, amikor ott voltunk, hogy igazából egy ilyen terápiás, gyógyításos eseményre érkeztem meg, és azért én nem annyira hittem benne. Tehát így mondtam, hogy hát jó, oké, hát jó van. Tehát ezt sokan szokták. Szkeptikus voltam. Hát elég szkeptikus voltam. A barátnőm a kezelőasztalra, amikor felfeküdt, akkor figyeltem egy kicsit a Zsuzsit, de igazából az Eric Pearl-nek a könyvét kezdtem el olvasgatni. Ami tényleg egyszerűen annyira jól megfogalmazott, annyira speciális, nagyon jó gondolatok vannak benne, hogy tényleg aki ezen a szinten van, hogy ezt már megérti, annak nagyon tényleg tudom ajánlani. Nekem nagyon egyezett azzal, amilyen szinten én működök, azokkal nagyon egyezett, harmóniában volt. És közben figyeltem, ahogy a barátnőm tulajdonképpen szó nélkül feküdt, és Zsuzsi nagyon gyönyörű mozdulatokkal simogatta a levegőt tulajdonképpen, de az igen, mert nem ér hozzá. Azt láttam, hogy a fölötte nagyon szép mozdulatokkal teljes koncentráltságban a Zsuzsi mondjuk azt, hogy kezel ide igazából, csak egy, gondolom, egy frekvenciát adat. És amikor én jöttem, hát akkor arra gondoltam, hogy hát jó van,
írni, hogy így távolról írtam. És akkor felvettem az asztalra, és hát ilyen biológiai szakszóval, ilyen endorfin hormon rohant át rajtam. Tehát az volt az érdekes, hogy miután én szkeptikus voltam egy kicsit, ezért az érzés, hogy ami a testemen átjött, ugye először a lábamnál kezdte, és mi más ilyen hasonló gyakorlatokat is csinálok, hogy akkor kezdem a lábamnál, ugye a térd, tehát hogy kezdtem ezeket az energiákat érezni, és hát ott még annyira nem éreztem, és akkor egyszer csak amikor a színem tájékára jött föl a Zsuzsi ezzel a gyönyörű mozdulataival, akkor egy picit ki kellett nyissam a szemem, és ez olyan látvány meg érzés volt, de csak picit nyitottam ki a szemem, mint hogyha egy angyal fölöttem az aurámat simogatná. Tehát olyan érzés volt, hogy én magam nem gondoltam volna, hogy ez ennyire jó, finom, annyira finom kis frekvencia, annyira olyan boldogságérzés öntött el, és igazából csak azért mentem el, mert nagyon fáj a medence, csak ilyen lumbális problémák vannak. Sokat megyek idegenvezető, tehát ez nekem egy nagyon fontos pont, és mondtam, hogy hát jó van, hát történik valami pozitív, annak nem állunk kellett. És akkor ehhez képest történt az, hogy egy olyan frekvencia érintette meg tényleg, vagy egy rezgés érintette meg a szívemet, amitől aztán tényleg elcsodálkoztam. A következő körben majd meséltek arról, hogy miután megtapasztaltátok ezt, hogyan léptetek tovább. Itt van velünk interneten ugye Mária és ki a másik emberke? András? Igen, András, itt vagytok? Igen. András és a felesége. András és a felesége. Akik először eljöttek ide, és még de úgy megtapasztaltak. Ők már végeztek egyébként, azt hagyom, hogy már el, ők már reggi tanfolyamon részt vettek, egy és kettes tanfolyamot elvégezték. Tehát, hogy miben láttátok ti a különbséget, arra légy szíves majd, hogy hogy válaszolnátok, meg hogy is volt ez az egész. Nem tudom, melyik közül kezdje. És hogy utána most akik a családtagokat, akiket kezeltek, mit tapasztaltatok, úgyhogy ezekről légy szíves, tudnátok beszélni? Most itt hallotok? Igen, hallok és beszélünk. Egy picit pontosítanának, én nem végeztem rá így, de úgymond benne vagyunk ebben az energia kezelésben, hiszen a feleségem végezte egyes, kettes és a rejtjén mesteri fogadat is megpróbálni tavaly nyáromra. Viszont üzenetet volna tovább lépni, mivel olvastunk erről a kapcsolatteremtő gyógyítás kezelésről, ki hogy fogalmazza ezt a dolgot, és akkor kaptunk rá a ti videótokra, egy jó hónapja körülbelül, és hát itt jelentkeztük erre a képzésre tanfolyamra, amivel kapcsolatban talán annyit, hogy inkább volt egy kötetlen beszélgetés, mert hiszen mindenki valamennyire járatos volt már ezekben a dolgokban, valamilyen szinten. Egy nagyon kellemes napot töltöttünk ott veletek, és hát ugye különösen a gyakorlati rész volt számunkra már érdekesebb, hiszen elméletben sok mindent tudtunk tapasztalni ezekből a dolgokból. Igen. De Mária is mondjon akkor egy... Mária, légy szíves, itt vagy? Marci? Itt vagyok, csak bekapcsoltam a mikrofont. Igen, mert pont egy olyan, igen, vagy mondjam, mert pont egy olyan csoport jött, képzeld el, Gábor elsőre, akik már az energia gyógyászatban, és hát azokban az ismeretek, az lexikális ismeret, okay. Figyelj, lexikális ismeret. Hagyjuk Máriát beszélni, hogy ő is elmondja azt, hogy... Akkor mondom, hogy tehát én Prádán, amit végeztem, tehát, hogy az ilyen végtelen fokozatú, én a harmadikig jutottam el. Hallottok? Igen, tökéletes. Jó. És ugye ennek megfelelően, vagy ehhez viszonyítva indultam én útra, hogy valószínű ez valami hasonló lesz, hát nem hasonló egészen más, már az is ugye kézelem kezelés zajlik a Nadiban is.
listájára, és azonnal írtam neki, hogy hívott, és akkor alig vártam már, hogy végre tanfolyam legyen. Én Annival voltam párban, aki vezényelt, igen. azonosítani, és fantasztikus élmény volt. Most az az érdekes, hogy azóta én oda jutottam el, hogy már nem kell, hogy fókuszoljon a kezembe, ha eszembe jut ez az energia, már érzem, hogy hogy árad. Nekem beteg az édesanyám, elég súlyosan mondhatom volt, és amikor hazajöttem, kezelem minden nap az első hét, az, tehát ez az elmúlt hét az nagyon nehéz volt, meg is értem, egy kicsit már sejtettem, hogy lesz visszaesés, mert erről beszélgettünk is. Nem tudott enni, na most azt nagyon örömmel mondom, hogy most már két napja viszont nem így a hajtkezelést, olyan jó állapotba került, aminek nagyon örülök, és ez nyilván lehet, az energiának is. Lehet tudni, hogy mennyi idős az édesanyád, és hogy, hogy milyen betegségben szenved? Vastag példaganata van, és 82. Igen, de egyébként én ezt mondtam is Marcsinak, hogy felfokozódhatnak a tünetek a kezelés után, mert erre már többször volt példa, megijednek az emberek, hogy hú, de fájós neki a térde, ő ezt már nem bírja, és akkor utána meg, mintha elvárták volna javulásnak indul. Valakinél ugye másnapra történt, valakinél másnapra már megtörténik az, hogy, hogy jól van, de azért látod itt az édesanyja is egy hétig komolyan rosszul volt. Igen, tehát rosszul. Beszélj csak Marcsikámmal, maga. Ennyi, ez a történet valójában, hogy ugye itt én ugye kezelgettem Nadival is, meg olvastam a könyvet, ugye az egyik könyvét, és próbálgattam ugye amennyire önerőből tudtam ezt az energiát működtetni. De nagyon sokat jelentett a Zsuzsi feltöltése, mondd meg az ottani gyakorlás is, az ottani visszajelzés, az nagyon-nagyon sokat számít. Édesanyádon kívül kezeltél-e még mást? A gyerekeket rendszeresen kezelem, nekem 4 gyerekem van, 2 már nem lakik itt, hogy őket csak távkezelésben tudom. A fiatalabbak, hogyha éppen ráérnek, akkor... Egy pillanat, itt mondtál valamit, egy szót, hogy távkezelés, mert ugye az eddigiek arról szóltak, hogy maga a páciens, illetve a maga a kezelő egy helyen tartózkodik, de akkor ezek szerint ez működik úgy is, hogy, hogy távlatilag? Igen, pompásan működik, igen, ez nagyon-nagyon jól működik. Jobban, én akkuratúrát is végeztem, és szoktam azzal is próbálni gyógyítani, de ez tényleg működik. Tehát ez olyannyira működik, hogyha mama alszik, mert ugye elég sokat alszik, mert ugye gyenge is. Abban a pillanatban, hogy elkezdem kezelni, hát nem abban a pillanatban, de egy perccel, úgyhogy én kint vagyok ő meg a szobában, mert nem akarok zavarni őt, rögtön elkezd. Hallom, hogy forgolódik, nyöszörög, és felébred rá. Pedig elválaszt bennünket két ajtó. Egy pillanat, Marcsi, szeretném megkérdezni, és elnézést, hogy én is ugyanígy csinálom az édesanyámmal is, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy amikor te távkezelést csinálsz, akkor is csinálod a mozdulatokat? Igen, én csinálom. Érdekes. Igen. És akkor mi történik? Oda képzeled édesanyádat, mint hogyha ott lenne? Igen, abban a helyzetben, amilyenben éppen van, mert ő tudod, hogy fekszik és hogy hol. Ugye a lányaimat, akik már felnőttek és külön élnek, nem tudom, hogy éppen mit csinálnak és hol vannak őket, többnyire állnak, képzelem magam elé, és végig kezelem őket a fejük gúbjától a talpukig meg vissza. Igen, én is. Tulajdonképpen én azt mondtam hogy egyébként itt a lányoknak, hogy ez egyáltalán nem egy kötött dolog, nincs ez kötve semmihez. Tehát a kézmozdulatok is, ahogy ő érzi a tenyerében, amit érez, viszi oda úgyis a keze, ahova vinnie kell. Tehát figyelj, amikor megérzi az energiát, én ezt senkinek nem kötöttem ki ilyen szabályokat, így volt. Mert én azt mondtam, Andi, hadd neked most úgy esik jó, mint ahogy ő azt mondta, hogy ő mint egy karmester, akkor te csináld úgy, egy a lényeg, engedd az energiát, jön belőle, ha te érzed, ott a kezedbe, már pedig érzed, meg vannak azok az érzetek. Ez az érzet, ami a kezünkben van ilyenkor, és valóban a Marcsit tudom erősíteni abban, hogy nem kell, hát ő hókusz-pókusznak mondta,
Viszont szerintem az azért kell csak, hogy valami azért legyen, hogy igen, mint a pránában, ugye, hogy ne veszem az energiát. Itt meg nem kell, valóban rágondolsz, és utolod. Elég a gondolat, és ott van az energia. És ahogy egyre jobban csinálod ezeket a mozdulatokat, sodor, és sodortak magával, és nagyon érdekes, amikor nem távkezelést csinálsz, hanem személyesen ott van valaki, akkor viszont engem legalábbis húz oda a kezem némely területekre, mindenkinek máshova. Tehát gondolom én, hogy ott nagyobb a szükség arra, de mivel ez az energia térben tágul, tehát ez az egyik csodálatos tulajdonsága, hogy elkezded a kezelés az egyik szobában, és mikor már megtörtént a kapcsolódás, akár ki is jöhetsz a szobából az energia, akkor is. Ez nem együtt, hogy érted, ez a világ másik pontjára is megy, tehát értől időtől függetlenül, de már a gondolatod ott van. Tehát most ebben a percben te ülhetsz itt, és XY, mit tudom én, Maláziában megcsinálja, felemeli a kezét, de hát ezt már nem bizonyították nem egyszer. Tehát ez a része már nem új. Én amit szeretnék mondani, nekünk magyaroknak ez zsigerből megy, és menni is fog ez a fajta gyógyítás, mert ezek a szeretett energiái, azok a szívnek az energiái, amelyel a magyar nép rendelkezik, csak hát természetesen ezt nem verik nagy dobra, ezt az egész kapcsolatteremtő gyógyítást, nem véletlen, hogy nem akarnak ennek akkora hangot adni, mivel ezek még előhoznak olyan adottságokat, olyan képességeket, úgymond a gondolatátvitelt, úgyhogy nem is tud a másik róla. Andika is tudna mondani, a teremtő képességet, ami maga itt a fizikai valóság, ugyanis igen, most lehet, hogy kicsit előreugrottam, de majd ezt nem baj. Ha még beszélnének róla, csak ezt most így... Igen, most megyünk vissza. Jól esett valahogy ezt így kimondani, mert erről nem igazán beszélnek, de még szeretném az Andrásékat is elmondani, hogy ők a szeretettel, ezekkel az energiákkal, amikor elkezdték a családjukat kezelni, hogy ott mik történtek. Arról legyetek kedvesebb válaszolni, jó? Andris? Jó, mondom, arról beszéltek már, légy szíves, hogy szeretettel elkezdtétek ezekkel az energiákkal kezelni otthon a családtagokat. Mik történtek? Hát röviden és várhatosan édesanyámat, anyósomat, a nővéremet, ők mindhárman valamilyen betegséggel, kisebb nagyobb betegséggel küzdenek. Ezen kívül már két-három ismerősebb barátot és családbarátját is kezeltünk. Másfél évben, éppen ma is negyed-hatra jön egy illető, úgyhogy barátok majdnem sokára elköszönünk tőletek. Jó, nem baj, igen. Hát nagyon sokkal tekintetében már nagyon hosszú ideje, körül egy éve nem hallottam bal fülére. A lelki kezeléssel sajnos nem sikerült megoldani ezt a problémát, viszont ezzel a kapcsolatteremtő kezeléssel már az első kezelés követően jelentős javulását, tehát hallott, viszonylag jól hallott a balfedélben is. A második kezelés után, ugye közben elárultam, hogy az esélyével is volt, van fájdalatom, mint az eset tájéki fájdalmai voltak, ez megszűnt a második kezeléssel, és egy ilyen tisztulási folyamat is végbe ment ezzel kapcsolatban, ő észrevette, azóta sem fáj. A harmadik kezelés követően pedig a tért környéki fájdalma is elmúltak.
fantasztikus, hát figyelj, másfél hete végeztétek el itt a tanfolyamot, itt jártatok, a lényeg az, látod, hogy a Reikivel kevés volt. Tehát ezt egyébként ebben Eriknek is tökéletesen igaza van, ez nem jobb, hanem több. Ez egy sokkal erőteljesebb energia. Ezt egyébként, hát, ezzel a 2000 évben megemlítettem. Jézus ugyanezeket a frekvenciákat használta 2000 évvel ezelőtt. Tehát erről már beszélhetek, ez újra itt van. Egyszer egyetek, hogy szóhoz. Én ezt úgy tudom megerősíteni, hogy nekem a derekam nagyon fáj. Tehát amikor engem a barátnőm a Szilvike elvitt, és azt mondta, hogy ó, hát most egy olyan helyre megyünk, ahol azért majd nagyon kíváncsi leszek. Ő tudta, hogy nekem fáj a medencében a derekam. És az a nagyon meglepő érzés volt, hogy a kezelés, Zsuzsinak a kezelése után nekem elmúlt ez a borzasztó erős lumbális probléma, ami persze később visszajött, tehát ez nem az... Ásások. Kértársak. Kértársak. De majd újra kezelésbe vezet Zsuzsi, és akkor újra lehet. De is csináltunk 15 percet. Tehát egyébként visszikért semmit, egy 15 perces kezelés volt, csak mondtam, hát, ha érdekel, feküdj ide, és akkor próbáljuk ki, és mondta nekem. Tehát a fizikai fájdalom nem volt, persze neki mással. Tehát tényleg nem kezeltük őt így, hogy háromszor, meg fél óráig, meg 40 perc. De majd még. 15 percet végig szaladtam, tényleg rajta, nem csak kíváncsiság. De hát van, akinek az ásásra viszi, van, akinek a cukra az ásástól megy, tehát én már ilyen is hallom, de úgy azt mondom meg, hogy hajrá, minden a pársiker. Hát tavasz van. Így van. Kell csinálni a keretet is. Így van. Igen, Andriskák. A fiamnak a keresztanyát is kezelt, gyakori migrénes fejfájás szerű problémákkal köszönött. Kettő kezelés kapott, csak a múlt hét első két napján, hétfőn kedden. Hadd kérdezzem meg, hogy ugye ti házas pár vagytok, tehát mind a ketten csináljátok ezt a kezelést, vagy te csinálod, vagy a párod csinálja. Hogy kell ezt elképzelni? Igen, mi ráerősítettük, hogy mindketten gyakorlunk, tehát ketten egyszerre kezelítünk. Jó, hogy ketten egyszerre kezelítek. Nem tudom, ez nem semmi. De úgy, hogy egymás után. De kontrollálni tudjuk magunkat, egymást is kezeljük, tehát és azáltal kontrolláljuk azt, hogy valóban működik, megy az energia, mint páciens, és mint kezelés, és tehát érezzük az energiát. Így van, ragyogó. Na hát nagyon örülök, hogy ez így sikerül, pedig látjátok először, nem, ugye így volt, hogy még a tanfolyam végére még azt mondtátok, hát nem egészen, érezzük, aztán már utána ment a dolog. Illetve hát egymást éreztétek, csak hogy még akkor nem éreztétek a kezetekbe, így van, Andris, de hát aztán... Igen, kevésbé éreztük. Én most sem mindig, de a páciens sem érzi, tehát visszajelezzük, amikor végül visszajelez, hogy ez egymásnak visszajelzik, hogy mit éreztük a kezelés után, és érzi a kezelt, hogy ment az energia elég erősen. Hát hogy nem menne? De hát látom, mit vannak a bizonyítékok. Hát azért, csak azért mondom, hogy ha valaki nem kezésbé ez a kezébe, ez is egy ilyen bizonyítékű érzés megvan, tehát... Hát persze, hát ez egy ilyen bizsergő, hát ki mennyire van, hát én már maguk olyan mágnesnek érzem, meg hidegnek, melegnek, szúr, mint a fáj szinte, néha már fáj is annyira erős benne, de tényleg ez így van, csak azért mondtam, hogy akkor se kell megérni, úgyhogy szinte már fáj a kezedbe ez a dolog, ez az energia, amit érzem. Nagyon csönde vagy, és te nem meséltél még. Mesélj valamit, hogy neked van-e valami tapasztalatod? Tehát te kezeltél-e már valakit, vagy próbáltál-e már valakit? Hát kezelni nem kezeltem, otthon megpróbáltam egy szkeptikus ismerősemmel, aki tényleg nagyon ellenzi ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy érzi. Én is nagyon meglepődtem, vagyis én lepődtem meg legjobban. Azt mondta, hogy érzi, hogy ilyen hullámzás van a testén, olyan megmagyarázhatatlan hullám megy át rajta. Igen. Tehát ott van ugyanúgy Erikának, pedig Erika még életében azt sem tudta ő sem, mi az az energia, úgyhogy...
tapasztalatokat. Tehát én ezt mondtam, hogy ez nagyon egyszerűen átmegy, ez működik mindenkinél kézből. Természetesen ez olyan, hogyha már most a te kezedben ott van, most már én úgy gondolom, hogy ő is el fogja tudni, és biztos, hogy ő is el tudja adni tovább, érted? Itt csak az a lényeg, aki elindítja ezt a folyamatot, érted Gábor? Tehát olyan emberek, akiknél ugye ez a képesség minden ember benne van, csak el van folytva, úgymond azért jött ide Erik, hogy aktiválja az embereket, de hát... Nem kell ő hozzá. Így van, nem kell, úgyhogy megy ez a dolog, úgyhogy ezt hiába tudom, hogy neked is írtak, az úgy, hogy erre ezt nem képes, csak Erik tényleg arra is kedves fiú, de azért mondom, tehát képes erre más is továbbadni, így van. Egy ember képes, így van, képes a másik, el lehet jutni szintekre, hogy ne lehetne, arról nem beszélve, hogy csak szeretném még, hogyha Andi például mesélne, hogy mik azok a plusz képességek, ugye, amik még felfokozódnak, mert én mondtam itt mindenkinek, hogy ugye ez az egyik része, a gyógyítás része, de ugye ez előhív, életre hív még bizonyos képességeket, mikor a rezgés szint elkezd emelkedni, mert ezekre a frekvenciákra, energiára ugye emelkedik. A teremtő erők és ezek a telepatikus képességek felfokozódnak. Csak figyeljenek oda. Tehát sokszor, nagyon sok minden ott van a szemünk előtt, ugye csak nem látjuk a fától az erdőt. Mert az igazság az itt van a szem előtt. Úgyhogy erről már nem egy, nem két ember beszélt, hogy természetesen a gondolataink, az érzelmeink és a frekvencia nagysága, mármint a rezgés szint, hogy milyen rezgés szinten vagy, az teremti meg a fizikai valóságot. Én még visszaadnám egy picit Andrásiknak a szót, mert neki el kell köszönni, és akkor utána Andi beszél arról, amire... Jó, és utána ő is beszél. Tehát, hogyha van még valami, amit esetleg... Aztán Marci, igen. Hogyha van még valami, amit esetleg szeretnétek elmondani ezzel kapcsolatban, mert nem mindjárt 4:30 lesz egy pár perc múlva, és nektek gondolom készülnetök kell, akkor ezt még mondjátok el. Az anyósánál azt elfelejtettem mondani nektek az előbb, hogy a leglátványosabb
jelenség mondjuk nálunk is ez volt a mamánál egy, nem szeretném részletezni, mert erről nem hatalmazott föl, de nála is bekövetkezett egy ilyen varázslatos tisztulás, és most ennek várjuk az eredményét, hogy ez az, amiben reménykedünk tényleg, hogy esetleg tényleg a daganat távozott, nagyon reméljük, hogy igen, mert meglepően jó lett az utóbbi két napban. Ha semmi más, soha többet nem gyógyítok meg senkit, csak ezt sikerült, akkor már megérte azt mondani. Ó, ezt nagyon köszönjük, ezt a mondatodat. Én meg örülök, hogy átadhattam ezeket az energiákat végül. Na, úgyhogy sok sikert. Andi, jó egészséget. Andi, te mesélj nekünk erről a egyéb képességekről. Igen, akkor Marcsitól elköszönöm. Nem tudom, Marcsi, van még valami esetleg, ami benned maradt, és elmondanád? Úgyis fogunk még... Én mindent elmondtam, és akkor én is mindenkinek sok sikert és jó egészséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Szervusz! Sziasztok! No. Igen, a telepatikus képességek. Nem is tudom, mert kapkodom a fejem, hogy ez is megtörténik. Talán nekem úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon felgyorsultak az események. Tehát azelőtt is volt olyan, hogyha nagyon erősen gondoltam valakire, akkor előbb-utóbb ugye kapcsolatban léptük, vagy félhívott telefonon, vagy megjelent. De viszont ez mostanában, amióta kapcsolatban vagyok a kapcsolatteremtéssel, azóta derültékből vettem, súgy, egyszer csak ott van, és ez egy nagyon csodálatos dolog. Ezt egy picit jobban kifejtenéd, hogy mi az, hogy nagyon ott van? Tehát egy picit például van. Egy baráti beszélgetés folyamán én rákérdeztem a barátaimtól valamire, amire nekik az volt a válaszok, hogy úgyse lesz belőle semmi, és ők már lemondtak róla, és szinte azonnal megszólalt a telefon, és megkapták a pozitív visszajelzést arra a témára, amire ők nem is számítottak. Tehát elég csak rá gondolni, és ugye én magamban azt gondoltam, hogy semmi gond, tehát nem lesz nektek ebből problémátok, és már hívta is az illető, hogy megoldódott. És megoldódott ezzel a problémájuk. Akár az unokatestvéremre gondolok, aki szintén egy megterefkor nevű betegségbe szenved, és amióta én távvelő Miskolcon, akik távkezelésben részesítem, nincs panasza. De például nála is így nagy, hív föl, vagy szeretnék veled beszélni, és este már, vagy egy fél órán belül, órán belül már föl tudom menni vele a kapcsolatot, meg felhív. És a Zsuzsi szavai jutottak eszembe, hogy lemondja az előfizetését a telefonjáról, spórolászéjából, mert valóban, tehát valóban hívnak, és elég rá gondolni, és jelentkeznek az emberek. Tehát én azon gondolkodtam ma délelőtt, hogy hogyan tudnám nevezni ezt az energiát. Nevet nem tudok neki adni, mert nem tudom nevesíteni. Ez az energia hagyja magát megtalálni. Engedi magát. Sőt, ha megengedte, hogy megtaláld és megtaláltad rá kapcsolódtál, rá tudtál összefoglaltál vele kerülni, akkor nem hagy el soha. És egy nagyon kis szeretetteljes energia. És amikor a szeretet érzés generálód saját magadba, ő úgy erősödik. Úgy erősödik. Legalábbis ez az én tapasztalatom. És ez egy borzasztó nagy adomány az emberek számára. Ezért nagyon-nagyon hálásnak kell lenni, hiszen nagyon-nagyon sok csodálatos dolgot tudunk vele véghez vinni. És ez szól minden embernek, még annak is, aki nem hisz benne, ezek a dolgok léteznek, és én azt kívánom mindenkinek, hogy kerüljön vele kapcsolatba, hiszen itt van, felajánlja magát, nemre, fajra, származásra való tekintet nélkül, mindenki számára elérhető. Ez majd, hogy nem
tökéletes zárszó is lenne ez a beszélgetés, de ez viszont nem szeretném, hogy bárkiben bármi történet, vagy gondolat, vagy bármi benne maradjon, úgyhogy még gyorsan menjünk egy kört ezzel, és akkor szerintem itt most már lassan 3-4 órája beszélgetünk, ez ennyi elég is lesz első körben. Én szerintem ezt fogjuk folytatni, mert nagyon sok egyéb megtapasztalás lesz, és sokan fognak ebbe a dologba bekapcsolódni, úgyhogy lehet ez a nem is a nyitánya, mert a nyitánya az megvolt akkor, amikor az első beszélgetést megcsináltuk Zsuzsával, ez a következő lépcsőfok. Van-e valakiben még valami, amit szeretne így mindenképpen így elmondani a világnak, hogy mit üzen? Én hozzátennék, hogy azért ez úgy van, hogy amikor kész a tanítvány, mert nem én találtam ki, kész a tanítvány, akkor megjelenik a mester. Én ezt a tibeti buddhizmusban kapcsán hallottam legelőször, tehát igazából ez a frekvencia, ahogy a Zsuzsi mondja, mindenkiben jelen van, de a tudatosodásnak, magadnak el kell jutnod egy olyan szintre, hogy amikor ez a frekvencia megérkezik hozzád, akkor te azt, mint vevő, meg is érezd, tehát hogy tud használni. Igen. Tehát először is ugye a tibetiek azt mondják, hogy már az a nagy szerencse, hogyha embernek születsz, ugye? Mert ugye, ha nem embernek születsz, akkor hiába találkozol egy ilyen frekvenciával, bár a macskák, az elég érdekes kérdés, szerintem. Tehát ezzel a frekvenciával olyan szinten kell tudatosnak lenned, hogyha találkozol, hogy azért ezt kell is meg tud használni. Nem? De nem, de figyelj, ez nem jöttek most közben. Most hogy mondjam, ugye nekem ez így jött, jöhet ez a másiknak is, bár egy biztos, ezt könyvekbe is leírják, plusz beszélnek róla a László is beszélő az emberi fejlődés kutatóintézet vezetője, hogy egyfajta mutáció jön létre a szervezetbe, ezt vagy egy sok hatás válthatja ki, általában így írnak erről, van egy ilyen könyv, ez a új tudatosság egy új világért, hogy ne adja a jó Isten, hogy ez legyen Magyarországon, hogy az a szükségtelen szenvedés, ami egy sokos állapotot hoz ki az emberekből, hogy pedig tényleg a feltétel nélküli szeretet. Tudom, hogy ezeket valóban így felfogni, ezeket a dolgokat nagyon nehéz. Hát hívtak is már engem egy páran, hogy úristen Zsuzsi, most akkor már nem tudom mi van, és akkor mondtam, hogy jó, figyelj, most állj meg. És akkor ne akar az elméddel megmagyarázni ezeket a dolgokat. Ez valóban így van. Figyelj, Gábor, most mielőtt jöttem ide a felvételre, én pont gondoltam, hogy egy Békés Csabai hölgy nem tudott eljönni a tanfolyamra, átfogom, lehet, hogy Békés Csabán is jó lenne esetleg egy tanfolyamot tartani. Figyelj, állok a mamut előtt, Békés Csaba járt a fejembe, kérdezi egy srác tőlem, hogy megszólított, ott álltam, és azt mondta, budapesti vagy, mondom, már nem, mondom, és te? Azt mondom, én sem, mondom, érte volna, azt mondom, Békés Csabán, tudod? És akkor elkezdtünk a közösségokról. Tehát ezek így működnek, tehát részemről ez már, én azt így megszoktam, hogy így arra gondolom, hogy de szeretném ezt meg ezt, és akkor az illető, hogy akkor az ott jön, vagy két nap múlva megjelenik, vagy nem gondolsz valamit, érted? Tehát ez így üzemel, szóval most ez akármilyen, ha hiszi valaki, ha nem, csak azt üzenném itt a nézőknek, hogy egy kicsit figyeljenek már, legyenek már egy kicsit éberek, szemléljenek, hogy is vannak ezek a dolgok, mert ott van az Úrunk előtt az igazság. Úgyhogy most pillanatilag ezzel zárnám a mondandómat, és és még köszönöm. Annyit, hogy szerintem mindannyian, illetve hát nem tudom, hogy te, a Zsuzsi is, én a maga nevében tudom nyilatkozni, nyitottak vagyunk bárkinek bármilyen kérdésére, és jó. A segítségre szól. Azt itt egyeztetjük majd műsor után, hogy kit hogyan lehet esetleg elérni, vagy hogyan. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ide fáradtatok, és hogy ezt a beszélgetést ezt lehetővé tettétek. Köszönöm a nézők nevében is, akik ezt megnézik. És tartani fogjuk egymással kapcsolatot, vagy Zsuzsin keresztül, vagy egyéb módon.
és folytatjuk, mert azt gondolom, hogy egy olyan változásnak a, nem a küszöbén, mert benne vagyunk ebben a változásban, ami megállíthatatlan, és mindenképpen pozitív irányú. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.